Bátyúban a 80-as években épült óvoda, amely ukrán és magyar csoportokat működtetett. De ez az óvoda állaga lerobbant, és a fele üresen állt. Későbbiekben elkezdték javítani, és ott helyezték el a városi alapítású ukrán általános iskolát, és maradt néhány hely az óvodai csoportoknak. Ez a falu körülbelül 50%-ban magyar még, viszont az óvodai csoportoknál egy magyar csoport működött, a többi ukrán csoport volt. Az ukrán oktatási törvény értelmében egy év iskola előkészítőbe kell, hogy járjanak a gyerekek, tehát kötelesek egy évig iskola előkészítőbe venni, de ehhez nem voltak meg a feltételek. Mi felajánlottuk, hogy az óvodát is felújítjuk, amennyiben megvalósítják azt a reális állapotot, hogy legyen három csoportos óvodája a falunak, ukránból is, magyarból is, tehát nem csak ukránból legyen három csoport, hanem magyarból is, amiben van kis csoport, középső csoport, nagy csoport. Olyan információkat is kaptunk, hogy ezt az állam felvállalja hamarosan, viszont az iskolában itt állt a valamikori műhely rész üresen, kihasználatlanul, ezért úgy gondoltuk, hogy alkalmas lesz arra, hogy az iskolai előkészítő csoportot itt indítsuk el. Külön szányban be lehetett rendezni, kialakítani, ami most elkészült, remélem szeptembertől élnek vele, ami nagyon fontos, hiszen pedagógiai kutatások kimutatták, hogy azok a gyerekek sokkal jobban teljesítenek az iskolába, akik előtte óvodába jártak, és minél több óvodába eltöltött év van mögöttük, annál jobb a teljesítményük. Ezért azt gondolom, hogy nálunk is el kell érni egyrészt, hogy az ukrán törvényeknek érvényt szerezzünk, és biztosítsák az iskola előkészítő kötelező csoportot, másrészt pedig, hogy a magyar gyerekek is mind óvodából kerüljenek az iskolába, és ott minél több évet, legalább 3 évet eltöltessenek.